Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntjük Önöket! Ismét eltelt egy esztendő, és ismét új búcsúztató műsorral jelentkezünk. Mai adásunkban nem csak az évet búcsúztatjuk el, de kihirdetjük az év emberek 2014 szavazás eredményét is. És örömmel jelenthetem be Önöknek, hogy a Sárvári Televízióban is megalakult a kettes csatorna, igaz, hogy csak átmenetileg és erre az egy alkalomra. Következik tehát akkor a Sárvár TV 2, tények majdnem éjfélkor, Kis Norbert és Pajor András kettősének hír összefoglalója. Estét kívánok! Önök a Sárvári TV 2 hírek majdnem éjfélkor című adását látják. Nézzük szilveszteri híradónk tartalmát. Finn télszakértők jártak Sárváron. Izasztó helyzetben a polgármester névrokona. Új szobor csoport áll a vár előtt. Egy város találtak a polgármester szívében. A múzeumban újra értelmezték a Sárvár annót. Az év kimaradt riport pillanatai. A Posta tér adott otthont a város idei adventi rendezvényeinek. A színes forgatag színvonalának emelésében két skandináv télszakértő is részt vett. A téli időszak fő látványossága a városba érkezett két finn vendéghóember volt. A Magyar Turizmus ZRT szervezésében és a Norvég Alap támogatásával létrejött bemutatón a helybeliek megismerkedhettek az észak-európai szokásokkal, és a két hóhányó felisültette a magyarokat. A két skandináv idegenforgalmi fagyszakértőtől azt kérdeztük, hogy mik voltak első benyomásaik városunkban. Tudjuk, hogy a finn és a magyar rokon nyelvek, de nekünk itt úgy tűnik, hogy a magyarok sem beszélnek egy nyelvet. Sokan jönnek, mennek a téren és hallgatjuk őket. Még az időjárásban sem tudnak megegyezni. Egyesek szerint fagyos a hangulat. Mások meg azt mondják sugárzó arccal, hogy minden a legnagyobb rendben van. Munkaidőnk végeztével néha bekapcsoljuk a tévét, és nézzük, hogy az ország nagy főterén mennyi tüntetés van. Azt nem értjük, mit akarnak, csak azt látjuk, hogy a végén hazamennek. Mi azt élvezzük, hogy ezen a téren rend és nyugalom van. Bár az egyik este valaki a fülembe súgta, hogy vigyázzunk, mert ha visszajönnek a kommunisták, akkor vissza fogják csinálni a tér helyén a ruszki temetőt. Nálunk lassan véget ér az évvégi ünnepek sora. Búcsúzóul azt tudakoltuk finn barátainktól, hogy hol lesz következő missziós állomásuk. Igen, lassan eltoljuk innen a szánkunkat. A Norvég Alap segítségével a következő állomáshelyünk az afrikai Nigériában lesz, ahol ebolás szülők árváit fogjuk vigasztalni. Azért minket választottak, mert ránk nem hat a vírusfertőzés. Kuudet olympiakisat, 4 mitallia, mutta se ei varmaan ole mitään verrattuna siihen, mistä sä nyt puhut. Izgalommal várjuk az új kihívást, de valami rossz előérzetünk azért van. Ugyanis nem szóltak a központból, hogy milyen idő lesz. Állítólag ott sokat süt a nap. Az interjú elkészülte után kaptuk a szomorú hírt, hogy az új afrikai állomáshelyükre történt megérkezésük után nem sokkal eltűnt a két hóember. A környék egyetlen szakadár terrorcsoportja sem erősítette meg az emberrablás tényét. 2014-ben 3 választási kampány is volt hazánkban. A kampány során a pártok vezetői klónozták magukat, hogy minél több helyen legyenek egyszerre jelen. A polgármester jelöltek utak mellé másolták magukat, és begyűrődtek a postaládákon keresztül a lakásokba is. A választás véget ért, a plakátokat levakarták, a szórólapok a szemétbe kerültek. A Sárvári TV 2 azonban megtalálta, és bemutatja a másik eredeti Kondora Istvánt. Sorsa az 5 csillagos szenvedés a Spirit Hotel föld alatti forró kínzó kamrájában. Nem a névazonosság miatt került oda, önként vállalta sorsát. Az izzasztás bajnoka, a hangulat forrósítója.
nem kohász, nem üvegfúvó, ő a szaunamester. Ez egy nagyon különleges hely, szóval a szauna az, annak van egy varázsa. Az ember szeret szenvedni, és itt az ember lenyugszik, a stresszoldást szerintem a legfontosabb jó tulajdonsága a szaunának. Úgyhogy itt az ember kifújja a gőzt, kicsit elfárad, felfriss, újjászületik, mikor kijön, pláne mikor belülmedencséből, 16 fokos vízből kijön, hát az egy frenetikus élmény. Úgyhogy nagyon jó krémek vannak, illatok vannak, ezek a zene van, amikor felöntések vannak, szeánszok vannak. Egy különleges hangulatot ad az egésznek, ez az egész. Úgy válik valaki mesterévé, bajnokává a szauna kezelésnek, működtetésnek, és az ember hogy kerül a szauna közelébe? Nem mint vendég, hanem mint szauna mester. Kasos, ez az ember vagy nagyon megszereti, vagy nem szereti meg. Én imádom. Szóval én napi szinten nyűzöm, és imádom csinálni. Nagyon fárasztó, nagyon kimerítő, de minden esetre nagyon, nagyon jót tesz az ember. Hogy az élettani hatásai nagyon jók, borzasztó jók is, és a vendégek imádják, és ugye amit adok, az vissza is kapok szeretetet, és a hangulat az mindenért a Kárpotról minden, szóval nagyon jó. A vendégek hány százaléka ismeri veszélyigénybe a szaunaszolgáltatást? Ki nem fél a pucérságtól, meg a ráváró kellemetlen kínok? Hát ez a szaunamester feladata, hogy itt a feszül, ezeket a dolgokat oldja, mert azért egy természetes dolog az, hogy valaki kicsit idegenkedik attól, hogy mesztelenkedjen. Itt nem kell mesztelenkedni, vannak szaunalepedők is ezt, és ennek van kultúrája, úgyhogy itt észre se vesszük azt, hogy valakinek van rajta ruha, van, nincs rajta, de viszont itt az a szabály, hogy lepedőbe kell szaunálni, és ez a higiéniai szabály. Úgyhogy műszálas dolgokat nem szabad vinni a szaunába, ezek az alapvető dolgok, úgyhogy mindent lehet oldani, minden feszültséget, főleg humorral, meg szeretettel. És aki kezdetben óckornak ettől, a végére észre se veszik, hogy egyszerűen hozzá kell, minden vendéghez úgy kell viszonyulni, hogy ezt a gátlást. Legnagyobb sajnálatunkra, ami a szaunában történik, az ott is marad. Az viszont nem titok, hogy a két néprokon régóta ismeri egymást. Az Istvánnal már legalább 40 éve ismerjük egymást. Én is táncoltam, ő is tanított engem táncolni, de még nagyon régen, ezelőtt 30 évvel, 35. Úgyhogy az akkori ismertség most is megvan, ugyanolyan barátok vagyunk. A politikus kondora megválasztását a másik kondora is megérezte. Évekig jöttek levelek, ugye a parlamentből, innen-onnan, amonnan, hát én egyenesen vittem polgármesteri hivatalba, úgyhogy jött, szóval voltak olyan postai problémák voltak, de ezek hamar megszűntek, úgyhogy egy év alatt megszűntek, úgyhogy már tudta a postás, hogy nem én vagyok az a képviselő úr. Úgyhogy. Egy kérdés a végére. A másik Kondora István fordult már meg szaunában? Itt a szaunában nem volt még, de ígéretet tett rá, hogy jön, úgyhogy nagyon. Többször is volt a szállodában, csak még ugye nem volt ideje, hogy igazán wellnesselni, szerintem pedig ráférne, szerintem. Akkor ezzel a meghívóval köszönöm meg ezt a kis rövid beszélgetést. Szívesen látom, és kicsit meg is főzöm. Azt üzenem neki. Jelentős esztétikai értékkel gyarapodott a belváros. Egy új szoborcsoport került felállításra a Nádasdivár előtt. A maga nemében monumentális alkotás eredetileg a városvezetők sora nevet kapta. Ám egy nemzetközileg elismert kormánypárti politikus a Kondora és követői néven tette ismerté a kompozíciót. A Várhídja melletti mellvért előtt sorakozó 19 alakú szoborcsoportot még két választással ezelőtt rendelte meg a képviselőtestület. Azzal a céllal, hogy megörökítse az önkormányzat tagjait és főalakként a polgármestert. A gazdasági válság miatt csúszott a szobor együttes elkészülte, így csak az idei év során kerülhetett ki méltó helyére. A szobor sor érdekessége, hogy közben a testület létszáma 18-ról harmadával csökkent, de a térkialakítás miatt megtartották az eredeti darabszámot.
Így került sor az ismeretlen képviselőjelölt és az ismert jegyző alakjának megformálására is. A részben szecessziós és eklektikus stílusban elkészült képviselőtestületi alakok, finom rajzolatú, míves vonalvezetése sejteti azok különböző politikai hovatartozását. Az arcot jelképező körvonalak, belső fel vagy lefelé mutató ívei jelzik a mosolyt és a bót a városatyák tekintetében. A demokratizmus vezérelte kísérő alakok, akik vélhetően a sakból véve a példát, a nagy csata kis gyalogjai lettek, ellenpontja a város vezető fő alakja. A tudással és hatalommal felruházott városvezető alakja önkéntelenül is tiszteletet ébreszt az arra járókban. Az oszlop fönn megismétlődik a mellékalakok arcát kifejező körszerű alakzat. Azonban itt már sokkal kidolgozottabban a magyar ősiség szimbólumává nemesetben jelenik meg. Maradi Pál, nyugalmazott és felizgatott tanár kamerán kívül a Sávár TV 2 híradójának elmondta, hogy inkább gondoljunk vidáman a tér előtti szoborcsoportra, mint szomorúan arra, hogy egy röpke év alatt tették tönkre a várbejáratának addig megszokott látképét. Sárvár a közeli jövőben újabb szoborcsoporttal gazdagodik majd, de a Városképbizottság ígérete szerint a mostani kissé elnagyolt vagy minimalista ábrázolásmód helyett az alkotások sokkal részletesebbek és felismerhetőbbek lesznek. Egy város találtak a polgármester szívében, a példátlan kardiológiai és urbanisztikai felfedezést a város országgyűlési képviselője jelentette be. A megdöbbentő bejelentést Ák Péter országgyűlési képviselő tette egy avatási ünnepség során. Ennek a bajszos bácsinak olyan nagy szíve volt, hogy elfért benne egész Sárvár. És ha már elfért benne, akkor más nem tudott tenni, mert hogy ezért tette, mindig ezért a városért akart valamit alkotni, valami olyan dolgot, ami előre mozdítja ezt a települést. A polgármester már korábban is érezte, sejtette a szívében lakó várost, de ilyen nyíltan még nem szembesült a ténnyel, a benne élő Sárvárral. Egy gyors orvosi diagnózis megerősítette a hírt. Ettől a perctől kezdve a város vezetőjének a fejlődés érdekében állandóan erősítenie kellett magát, hogy lépést tarthasson a város növekedésével. Az idegenforgalmi bővítések terén olimpiai bajnok segítségét is igénybe vette. Máskor az alpolgármesternek kellett segíteni az edzés során az önerős beruházásoknál. A multifunkcionális csarnok érdekében a város sport és kulturális vezetői fogtak össze. A város első embere egyelőre jól bírja az illamot, azonban nagyon retteg egy esetleges ipari fejlődéstől, mert akkor majd feltehetően maratoni távakat is futnia kell majd. Elköltözött a múzeumból a Huszár kiállítás. Nem a kiállítás helyszíne, hanem az időpontja változott meg. A tárlat ezentúl 1872-ben tekinthető meg a Sárvár Annó segítségével. Nagy a sürgés forgás a múzeum folyosóin. A Huszár kiállítás költöztetése folyik. A tárolók anyaga nem térben, hanem időben kerül máshová. A pince mélyén egy arany kiállítása nem került tárgy segítségével tudta legyőzni az időt a múzeológus. A múzeum igazgatója ennek a ládának a fenekén találta meg az arany zsebórát, amely visszarövítette a múltba. Ugye, amikor ezt az egész órát én megtaláltam, nem tudtam, hogy miről van szó, és éppen amikor teljesen véletlenül derült ki, hogy ez egy fantasztikus szerkezet, és hát a leltározás folyamán egy apró kis mozdulat volt, és én másra találtam magamat. Ugyanabban a kis sarokban, ugyanabban a kis teremben, csak épp egy nagy nyüzsgés volt, valószínűleg éppen ebédhez készülődhettek, nem tudom, és hát engem is ott egyből észrevettek, de úgy kezeltek, mintha mindig is oda tartoztam volna, és hát kiderült, hogy hát bizony a boldog békeidőkbe csöppentem vissza, és hát telt az idő, hát azért az óra szerkezet egy bizonyos tulajdonsága azért, hogy mulatja az időt, legalábbis mutatja az időt, és hát előbb-utóbb hát betagozódtam az ottani világba. A vár akkori lakói örülnek az új jövevénynek, mint mondták, legalább valaki hiteles tájékoztatást ad majd róluk. Mióta terjed a híre a csodálatos órának, jelentősen megnőtt a múzeum látogatottsága.
Az érdeklődők hosszú perceket ácsorognak a kiállításon található időmérők előtt, azt remélve, hogy elmehetnek innét valami jobbnak hitt korba. Azonban ez csak keveseknek sikerülhet. Aki itt maradt, az a sárvárannó.hu oldalon tájékozódhat a velünk élő múlt történéseiről. Végezetül néhány vágatlan, de most kihagyhatatlan jelenet következik riportjainkból. A heti híradók összehordásában közreműködő kollégáim nevében ezzel köszönöm meg egész évi figyelmüket. Viszontlátásra 2015-ben. Szóljál, hogyha kezdhetjük. Mehet is? Jó. Nekem most a szívem most neki rász rögni, mert már jártak itt páran velem. Mennyire különleges ez a mai erdei utavatás? Ez a szonyag elmegy, igen? A szilveszteri kiadás. Jaj, de jó. Kis csüpés az embernek, nagy csüpés. A vérlátó mozgalomban történt. Jó, kezdjük ezt újra. A szezon vége felé egyszer még a harmadik hely elérésének reménye is fölcsillant, de ezt nem sikerült elérni. Hangod is van? Nagyon jó. És a rendszer. Szilveszteri program megvan. A napon nagyon sok múlik, tehát süt a nap, nem süt a nap. A 4-es metróhoz már a Leonárdot is próbálgatták. Nem kis változás épp azért voltak edzőmérkőzések, köztük volt a Pandorfi meleg torna is, már azért az nagyon-nagyon meleg volt, és ott is... Reimbol a dob, Horváth András, hopp, ez a miénk. Nos, mindenki életben maradt, a kamerák is, úgyhogy... Kívánok mindenkinek eredményekben és tejben gazdag boldog új esztendőt. Egészségükre! Tehát akkor a Sárvár TV 2 hírműsora után már is vendégeket köszönhetünk itt a stúdióban. A Sárvári Koncert fúvós zenekar nevében Szélesi Attila, Karnagy Urat és Márti Vadart. Nagyon egyszerű a kérdés, ugye év vége felé járunk ilyenkor, ez a számvetések ideje. Milyen évet zárnak? A zenekar élete az idejében is rendkívül sokszínű volt és dinamikus. De talán ez egyébként elmondható az összes sárvári kulturális csapatról, hiszen vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy egyre Sárváron sok kulturális csapatunk van, akik a kultúra különböző szegmenseiben dolgoznak és szórakoztatják a közönséget. Nálunk is így volt ez. Egyébként a zenekar a szokásos útján működött, úgy érzékelem az idei évben. Egyrészt a szokásos éves fellépések, rendezvényeink, ami közül egyébként kiemelkedik a Fúvózenei Várfesztivál, illetve a verseny, ami egyébként az idejében azért volt különleges, mert egy fesztivált szerveztünk, mert nem szerettük volna, hogy a verseny ütközik egy másik magyarországi nagy rendezvényen, és a jövő évtől pedig vissza fogunk térni a verseny szervezéséhez, de már egy kibővített, egy sokkal nagyobb szakmai háttértámogatással megvalósuló versenynek nézünk majd elébe. Ez egy érdekes színfoltja lesz szerintem majd a következő évnek, vagy következő éveknek. Mindig igyekszünk, hogy egy kicsit újítani tudjunk, tehát ez ebből a szempontból is igaz, de a Várfesztivál pedig éli a maga életét, tehát hogy az 1980-as évek végén elkezdődött, egy kicsit színesedik, egy kicsit változik, de megtartja azt a hagyományát, amit a sárváriak már megszokhattak az elmúlt években. És ezentúl külföldi fellépések, szintén az amatőr zenészeknek ezek az egyik legnagyobb élmény, ami nagyon fontossá válik. Olaszországban voltunk idején, illetve Slémában, Németországban egy rendkívül nagy fúvózenekari fesztiválon, tulajdonképpen sörfesztiválon. Ez a németeknél nagyon fontos és érdekes, értékes rendezvény. Már többször
voltunk ott. Ezen túl pedig nyilván a helyi rendezvényeken, a kisebb magyarországi fellépéseken. Szóval összességében úgy látom, hogy mind a zenészeknek, mind azoknak a családoknak, illetve a közönségnek nagyon szép értékes évet tudtunk nyújtani. Karnagy úr, mit lehet mondani az utánpótlásról? Mennyire volt stabil idén a zenekarnak a létszáma? Jöttek-e fiatalok? Van-e utánpótlás? Először is nagy tisztelet a zenészeknek, hogy ezt az évet, ahogy végigvitték szakmailag, emberileg minden téren. A külföldi szerepléseken abszolút a magyar fúvószenének jó követei voltunk, úgy gondolom. Genovában több rétű szerepléseink voltak, megmutathattunk mindenféle stílust a menettől egészen a koncertig. Slémában pedig úgy érzem, hogy egy olyan szórakoztató programot sikerült összeállítani, hogy az ott jelenlévő német és külföldi vendégeknek, a több ezer vendégnek elégedettségére szolgált a műsorunk, és ezt a helyi szervezők is utána így kommunikálták felénk, hogy nagyon színes és jó volt a programunk. Ennek örültünk, mert kicsit tartottunk tőle. A zenekar sajnos nem tud mindig teljes létszámmal kiállni, ugyanis hát ezt a társadalmi és a szociológiai körülmények nem engedik meg számunkra. Hát az egyetemistáink, a dolgozóink nem tudnak mindig részt venni. Szerencsére van egy olyan magja a zenekarnak, amely állandóan képes egy ütőképes produkcióra. Ez ebben a külföldi szereplések során is így volt, és a hazai más helyeken tartott fesztiválokon, de a Sárvári Várfesztiválon is megállta a helyét a zenekar. Nyilván nehézségeink vannak, de ezeket meg kell oldanunk, le kell győznünk. Egy olyan stabil együttest kell kialakítanunk, amely mindig képes arra, hogy megfelelő szinten játszon. Bocsánat, csak egy gyors közvetés, hogy optimális esetben, hogy mi a maximum a zenekar létszámánál? Tehát mi az, amikor a Karnagy úgy jól érzi magát, hogyha ránéz a zenekarra? Hát ez jó kérdés. Ez egy laikus kérdés, de engem érdekel. Genovában 30 valahány fővel voltunk, Slémában 40 valahány fővel, pontosan nem tudom megmondani, de az újévi koncerteken 60x fővel szerepelünk, tehát az lenne a legjobb, persze természetesen az lenne a legjobb, ha mindig ezt látnám, de ilyen sajnos nincsen, ez nem egy profi együttes. És még egy, nem akarok itt szakmázni, csak annyi, hogy azt tudjuk, hogy itt Közép-Kelet-Európában nálunk, meg a szomszéd országokban nagyon népszerű. Egyébként ez úgy világszerte, vagy Európa szerte, mindenütt ilyen népszerű ez a műfaj? Azt kell mondjam, hogy a fúvószenei mozgalom most a reneszánszát éli a világban. Ezt kimutatták, hogy jelenleg a zenélni tanuló fiatalok közül fúvószenét űznek a legtöbben a világban. És a fúvószenekarok, mint amatőr együttesek a legnagyobb számban vannak. Ez nagyon jó együttes, együttzenélési forma arra, hogy a fiatalok hamar sikerélményhez jutnak, és egy viszonylag nagy együttesben tudnak játszani, és nem igényel akkora professzionális hangszeres tudás, mint például egy szimfonikus zenekar, amely valljuk be Magyarországon is csak nagyon kevés jó szimfonikus zenekar van, viszont minden valamire való városnak van fúvószenekara. Na most a minőség nem mindenhol egyforma, ezen dolgozunk, ezért tanulok én is jelenleg is, és ezen dolgozik a szakma vezetése, hogy ezt a minőséget ezt minél magasabb szintre emeljük országos szinten is, és a nemzetközi viszonylatban is. Azt kell mondanom, Amerikában egyetemi zenekarok százai vannak, Oroszországban is a reneszánszát éli a fúvószene, Japántól Kínáig, mindenhol, és nem csak Csehországban és Németországban. Tehát nagyon kevés fehér folt van már a világban, ahol ne üznék ezt a zenélési formát. Ez az évvége, a decemberi időszak, azt gondolom, az egyik legintenzívebb időszak a zenekarnak, hiszen már javában folynak a próbák az újévi koncertre. Gőzerővel rajta vagyunk a dolgon. Hát ez mindig ugye a színfalak mögötti munka egyébként, ami magától értetődő. Az újévi koncertnek a felkészülés ideje az jó néhány hónap egyébként, ami persze kihívás a zenésznek is mindig, de én azért azt hiszem, hogy a közönségnek meg egy szép élmény. Tulajdonképpen mi mindegyik fellépésünkről azt gondoljuk, hogy a közönségnek egy szép élményt nyújtunk. Legyen az egyébként komoly zene, vagy legyen éppen a fúvószenének valamilyen szórakoztató ága.
Tehát a műhely munkát azt mi mindig olyan lendülettel és a lelkesedéssel próbáljuk művelni, hogy mindig arra gondolunk, hogy majd ott a színpadon, akkor az egy nagyon szép dolog és történet lehet. Úgyhogy dolgozunk, a szokásos folyamatban vagyunk benne, ez azt is jelenti, hogy a következő év első szombatja, tehát az az újévi koncert napja most már hagyományosan, és mindazokkal a feltételrendszerrel próbáljuk ezt majd mutatni, amit a közönség már megszokhatott. Ezt egyébként azért is tartom fontosnak kiemelni, mert váratlan sok ember fog érkezni a koncertre, és ennek mi nagyon örülünk, és nagyon szépen köszönjük a közönségnek, hogy hát tényleg évek óta, évtizedek óta mindig nagy és szép létszámban látogatja ezt a koncertet, vagy ezt a koncertet is, és azokat a technikai feltételeket pedig nekünk meg kell teremteni, tehát hogy egy szép nagy színpad, hogy mindenki lássa, hogy azt a termet úgy be tudjuk rendezni valóban, hogy végül aztán mindenki jó szájízzel is menjen haza, és hát örömét lejje a koncertben. Milyen repertoárral készül január 3-ára a zenekar? Lesznek-e vendégfellépők az idei esztendőben is? Hát most már szerintem nincsen titok, a plakátok kint vannak, tehát a repertoár az azt kell mondanom a szokásos, olyan értelemben, hogy mindenféle színt, műfajt és zenét megpróbálunk megmutatni, ami egy fúvószenekarral jól játszható, szórakoztató és illik egy újévi koncert hangulatához. Lesznek vendégfellépők, Szilágyi Krisztina fog velünk énekelni, egy sárvári tehetséges énekes, és táncos közreműködők is lesznek a programban. Én úgy gondolom, hogy ez az elmúlt 42 év, amióta, pontosabban ez a 42. újévi koncert 74-ben indult el, ez egy olyan kihívás és egyben kötelezettség számunkra, hogy mindig hoznunk el azt a színvonalat, amit eddig kialakítottunk az elmúlt évtizedben, és azt megelőző években is, és olyan programot kell a színpadra tennünk, hogy a közönség valóban jó érzésekkel menjen haza, és talán ez mindig sikerült is az elmúlt években. És nagyon jól esik az számunkra, hogy azt követő tévé adásokban is nyomon követik ezt a koncertet, és nagyon jó viszonyokat hallunk. Hát ugye nem férhet be mindenki a koncertre, ez talán majd egyszer a jövőben megoldódik, egy nagyobb helyszín, de sajnos hallottunk olyanokat, hogy nem mindenki tudott eljönni, beférni a koncertre, ezért is örülünk a tévé közvetítésének is. Még egyszer akkor zárásként egy pontos időpont és helyszín koncertkezdésről. Január 3, 17 óra a Tinoni Gimnázium sportcsarnokán. Köszönjük szépen, és köszönjük. Akkor kezd csinálva pedig a tavalyi koncertből, illetve az idei koncertből egy felvétel. There was a secret chord that David played it in the chord, but you don't really hurt for music to you. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor form, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, he broke your throat and he cut your hair, and from your lips she grew. Hallelujah. Hallelujah.
there's a God above, but all I ever learned from love was how to choose somebody who not drew ya. It's not a cry you'd have heard at night, it's not somebody who's in the light, it's a call and it's a broken hallelujah. És ahogy Robert a műsor elején már említette, mai műsorunk gerincét is az Év Sárvári Emberei című szavazásos játékunk eredményhirdetése adja. Annyit elmondanék az elején, hogy 1995. decemberében hirdette meg a Sárvári Televízió először ezt a játékot, tehát ez volt a 20. szavazásos játék. Közben a kategóriák, a szavazás módja többször változott, de most már évek óta 3 kategóriában lehet szavazni, így volt ez az idén is. Összesen 2278 darab szavazat érkezett, tehát ez azt mondhatom, hogy egy szép termés volt ebben az évben is. És idén is 3 kategória volt, az év ígérete, az év közössége és az év embere. Most kezdjük a sort az év ígérete kategóriával. Ebben a kategóriában 3. lett Német Nátán, a Gárdonyi Géza általános iskola tanulója, 2. Dénes Donát Lajos, a Szent László katolikus általános iskolából, és 1. helyen végzett 1160 szavazattal Német Rebeka, a Nádasdy Tamás általános iskola tanulója. Nézzük a vele készült kisfilmünket. Német Rebeka, a Nádasdy Tamás általános iskola 6. B osztályos tanulója. Iskolája kitűnő tanulmányi eredményéért megyei matematikai és magyar tanulmányi versenyeken, valamint megyei és országos közlekedési és kerékpáros versenyeken elért kimagasló eredményeiért jelölte az év ígéretei közé. Matematikából a Zrini és a Bójai csapatversenyre indulunk csapattársaimmal, magyarból és a megyei és az ország, a megyei versenyeken szoktam jól szerepelni. Kressz versenyeken pedig voltam 3. a kisiskolások versenyén, ahol 3. helyezett lettem. 4. voltam Győrben, ott pedig 2. helyezett lettem. Szabó Botond társammal ő is 2. lett, és csapatban pedig 1. lettünk. 5. a testvéremmel voltam Pécsen, ahol csapatban 1. lettünk, ő a fiúknál lett 1., én a lányoknál 1. Szabadidőmben, ha már nincs is olyan sok, de szeretek táncolni, olvasni, barátnőimmel lenni, járok rajzszakörre, színjátszó tag vagyok, és kressz foglalkozásra járok még. Amint az kiderült, Rebeka sokoldalú kislány, hiszen a hip-hop tánctól a kerékpáros közlekedési versenyekig sok mindenben otthon van. Kresszet a testvérem elkezdte tanulni ugye a 3., amit rám is ragasztott, és én is 3. kezdtem el tanulni, ahol már mentem is versenyre, és táncból láttunk egyszer a fürdőn egy ilyen bemutatót, és később, amikor már elértük azt a szintet, hogy mehettünk mi is táncolni, akkor mi is beiratkoztunk erre a táncra, és már 3. éve járunk rá. És versenyekre is szoktunk menni, csapatversenyekre, ahol 2-szer is lettünk 2., én pedig lettem Kapuváron az évtáncosa.
Rajszakkörön pedig ott is pályázatokon is szoktam részt venni, már nyertem is rajta. Na, akkor menjünk picit vissza ez a tánchoz, mert megakadt itt nekem a szemem, fülem. Akkor ez pontosan milyen tánc? Hip-hop, és van 5 stílus közülük, mi mindegyiket táncoljuk. Kondora Bálint sajnos már nem tanít minket, de Szabó Balázs, ő tanít minket, és egy kapuvári Rabi Imre nevű. Rebeka céltudatos kislány, ám a jövőt illetően azért még nem döntött. Hát még olyan konkrét nincs, de kisebb koromban a színészeten gondolkodtam, de hát most nem tudom, még van időm rajta gondolkodni. Osztályfőnöke, Bodorkós Andrásné szintén elismeréssel beszélt a kislányról. Nem csak tanulmányi eredménye, de példamutató közösségi magatartása miatt is dicsérte. Én kimondhatatlanul örülök, hogy Rebeka megnyerte ezt a versenyt, mert azon kívül, amit ő itt elmondott, hogy milyen sokoldalú egyéniség és milyen sokoldalú tehetség, én az emberi oldaláról annyit mondanék, hogy elsőként az jut eszembe, hogy milyen harmonikus kis lány, milyen harmonikus egyéniség, mert a mosoly az soha nem múlik el az arcáról, állandóan mosolyog tanórán is, bármikor segítőkész, a társait nagyon szereti, és ahhoz még hozzátenném azt is, hogy ez az eredmény, ami itt született, ez az ő egyéniségének is köszönhető, mert annyira nyitott kislány, nem csak az osztálytársai, hanem az iskolatársai is nagyon szeretik, mindenütt vannak barátai, és szerintem ennek is köszönhető. Amiről szó volt, hogy milyen sokoldalú, azt ő elmondta, tehát én ennyit tudnék róla mondani, és még annyit, hogy amit megkérdezett a végén, hogy mi lenne, ha nagy lenne, én is sokat gondolkoztam ezen, és én azt mondtam magamban, hogy annyira határozott egyéniség, annyira talpra esett kislány, hogy szerintem amit szeretne, ő mindent meg tud tenni, mindenhez, sok mindenhez ért, és amit elhatároz, azt végigviszi. És még egy mondatot, hogy olyan családi háttér van Rebeka mögött, ahogy mondta a testvérét, de én mondhatnám a szülőket is, hogy úgy támogatják, ami tényleg példaértékű, és mint pedagógus, akkor ezt is el kell mondanom a családról is. Akkor az előbb még a Nádasdy Tamás általános iskola 6. B osztályába beszélgettünk, most meg már a stúdióban német Rebekával, aki itt van közöttünk. 2 napja tart a téli szünet, nem hiányzik még az iskola? Még nem. Nem hiányzik. Nem tudom, a beszélgetés során, amit készítettünk veled az iskolába, akkor beszéltél erről a Kressz közlekedési versenyről is, ami ebben az évben volt. Maradtak hiányérzetek beszélni róla egy picit bővebben, hogy pontosan mi volt ez? Igen. A testvéremmel a városi versenyről jutottunk tovább a megyeire, amit megnyertünk, és onnan pedig Pécsre jutottunk tovább az országos döntőre. Ott csapatban első helyezettek lettünk, a tesóm a fiúk között lett az első, én pedig a lányok között. A külön díjak közül pedig a tesóm az ügyességi versenyért járót hozta el, én pedig a szabályosságiért és az elméletiért járó díjat hoztam el. Attila bácsi lett a legjobb felkészítő tanár, Vanda a rendőrkísérünk, ő pedig a legjobb rendőrfelkészítő lett. Beszéljünk azért ezekről a feladatokról, itt elhangzott elméleti, szabályossági, ügyességi, melyik mit jelent, vagy pontosabban mik voltak ezek? Az elméletinél egy tesztlapot kell, 2 tesztlapot kellett kitöltenünk. Az egyik egy műszaki tesztlap volt, ami ugye a bicikli részeiről szól. Az ügyességi versenyen volt egy nagyon nagy tornacsarnokban kitéve egy nehéz pálya, amit hibátlanul, vagy kisebb hibákkal kellett teljesíteni. A szabályossági versenynél pedig meg volt adva Pécsett egy útvonal, amit előtte be is járhattunk, akár biciklivel, akár gyalog, és azt a pályaútvonalat meg kellett jegyeznünk, és az alapján kellett végigmennünk ugyanazon az útvonalon, ahol egy rendőrautó kísért minket, és ők nézték, hogy mennyire szabályosan végezzük el ezt a pályát. Rebeka, nagyon sokat kerékpározol, készülsz a versenyre. A szabad idődben is van még kedved kerékpározni? Hát igen, suliba is azzal járok, meg minden ilyen szabadidős foglalkozásomra is.
elhangzott a kisfilmben, hogy nagyon sok tanulmányi versenyen is részt vettél. Magyar, matematika, kitűnő tanuló vagy. Mivel foglalkozol a szabadidődben, ha egyáltalán marad még szabadidő? Hát nem sok szabadidő marad, ez igaz, de ami marad, abban színjátszótag vagyok, rajzszakkörre is járok, és hip-hop táncolok heti kétszer, illetve még kresszre járok. És azon gondolkodtál-e már, hogy mivel szeretnél majd foglalkozni, hiszen hamarosan 7. osztályos leszel, és akkor már azért a továbbtanuláson is gondolkodni kell? Hát még nagyon ezen nem gondolkoztam, mert még azért van időm. Ezt a kérdést én is föltettem Rebekának, viszont nekem az volt eszembe jutott, hogy te rendőrnek nagyon jó lenni, nyomozónak, vagy valamilyen rendőrségi munkaerőnek. Nem gondoltál erre? Erre még úgy nem gondoltam. Hát akkor köszönjük szépen, hogy eljöttél, gratulálunk ismételten, és szeretnénk átadni a díjat, de előtte talán a díjat adás előtt. Így van, meg még Rebeka készült egy meglepetéssel is, tehát egyrészt kisorsolja a közönségnek járó egyik felajánlást, a Danubius Hotelnek egy vacsora meghívását, de te is készültél egy meglepetésre, úgyhogy következzen először az, amivel te készültél. Ja. Én hoztam egy ilyen kis ajándékcsomagot, amit ugye nagyon sok versenyen veszek részt, ezért nagyon sok mindent nyerek, ilyen kis apróságokat is, és hát ez inkább egy ilyen kresszes csomag, amiben játékok is vannak, és kerékpár felszerelések is, és szeretnék ezzel valakinek örömet okozni. 2278 szavazón volt, valakinek most ebből örömet tudsz okozni, hogyha húzol egy nevet elsőként. Jó. Egyébként csak közben mindig szabályosan közlekedsz, mikor az iskolában vissza, akkor is oda figyelsz. Hát általában igen. Általában, ez jó volt hangolni. Jó, akkor húzzál egyet, légy szíves. És nyitorgás után. Rába Lili, Sárvár, Széchenyi István, utca 35. Jó, tehát Lili kapta a te ajándékodat. Jó, és akkor megkérünk, hogy még a Danubius Hotel által felajánlott utalványt is húzd ki nekünk, légy szíves, segítsél. Megdolgoztál érte, akkor utána megkapod a saját ajándékodat is. Még itt csak kényelmesen ücsörgünk. Bóda Tamásné, 9600 Sárvár, Fekete Híd utca 13. Nagyon szépen köszönjük. Szépen, és gratulálunk. Gratulálunk, és akkor megkapod te is az ajándékodat. Szóval, ha légy szíves. Ha átadnád, ez a Timár óra és rövidáru üzlet ajándéka egy csajoknak való óra, direkt neked választották. Óra, úgyhogy gratulálok, és további sok sikert és kitartást kívánok. Köszönöm szépen. És akkor alpolgármester úrtól pedig megkapod a tanúsítványt. Igen, akkor mostantól tanúsítjuk, és akkor engednek, hogy a sárvári polgárok nevében nagy szeretettel gratuláljak ehhez a kiváló helyezéshez, és akkor további életedben pedig sok sikert, és majd, hogyha eldöntötted, hogy hogyan tovább 8. után, akkor ahhoz is hát nagyon jó tanulást a következő. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a polgármester úrnak is, és akkor egy kis kereskedelmi szünet, egy kis reklám, utána folytatjuk. A Tóth Ipari és Szolgáltató Kft. Ajánlata közületek és lakossági ügyfelek számára. Forgácsoló és lakatosipari munkák. Láng és plazmavágó munkák CNC vezérlésű géppel. Kovácsoldvas kerítések, kapuk, erkélykorlátok és dísztárgyak készítése. Ingyenes felmérés és árajánlat. Tóth Ipari és Szolgáltató Kft. Sárvár, Damjanics utca 1. Telefon 0630 2676 006. Várjuk megrendeléseiket! Az Autobahn Gartner Kft. Szombathelyen a Csaba út 7 szám alatt található. Sárváron legegyszerűbben a Tesco áruháztól Körmend felé autózva, a körgyűrűn, a V-Pik körforgalom után jobbra lekanyarodva közelíthető meg. A cég, mely már 20 éve áll ügyfelei szolgálatában, olyan magas minőségi követelményeknek megfelelő szolgáltatást nyújt, amely maradéktalanul megfelel az ügyfelek igényeinek, mind az új autó értékesítés, mind a szerviz szolgáltatás területén. Ennek a munkának az elismeréseként 2012-ben és 2013-ban is a legjobb Renault kereskedésnek választották Magyarországon. Az Autobahn Gartner Kft. Szolgáltatásai. Új Renault és Dacia típusú személy és haszongépjárművek értékesítése, tesztvezetés. Használt autóbeszámítás és értékesítés, teljes körű ügyintézés.
A szerviz vállalja Renault személy és haszongépjárművek garanciális és azon túli javítását, időszakos karbantartását, illetve más típusú gépjárművek szervizelését is. Műszaki vizsgára felkészítés, eredetvizsga. Gyári alkatrészek felhasználásával elvégzett javítások esetén 12 hónap garancia. Telephelyünkön a műszaki vizsgáztatás a Magyar Autóklub segítségével történik. Kiemelt akció a készleten lévő Megane, Fluence, Scenic személyautóinkra akár 850 ezer forint kedvezménnyel. Céges vásárlóinknak a flotta napok keretében akár egy autó vásárlása esetén is rendkívüli kedvezményeket biztosítunk december 31-éig. Megtekinthetik és kipróbálhatják a legújabb Renault Trafico és a megújult Renault Master kis teherautóinkat is. A szervizben választhat az akciós téli gumi kínálatból is. Minden eredeti Renault akkumulátorból 5000 forint kedvezményt biztosítunk, és a cseréért csak 10 forintot számolunk fel. Minden eredeti Renault akkumulátorra 3 év garanciát biztosítunk. A második kategória idén is az év közössége, év csapata. Itt harmadik helyen végzett a Sárvári Városi Bölcsőde, második lett a Sárvár FC megyei bajnokságot nyert labdarúgó csapata, és a kategória győztese a játékok történetében immár másodszor a Maminti színjátszó csoport, velük is készítettünk egy filmet. Ismerjük őket, itt vannak közöttünk. Szebbé teszik ünnepeinket. Évente nagyszabású előadással örvendeztetnek meg bennünket, mégis több mint valószínű, hogy a közvetlen hozzátartozókon, a legközelebbi barátokon kívül mi sárváriak keveset tudunk róluk. A Maminti színjátszó csoportról van szó, Simmer Roberta tanítványairól, akik éppen másfél évtizedek képezik a helyi kultúra megkerülhetetlen részét. De hogyan is indult ez a mesébe illő történet? Igazából ez a véletlennek volt köszönhető talán az, hogy annak idején én nagyon sokat vaciláltam a zene és az irodalom között, és mind a kettő a szívem csücske, és nagyon nehezen választottam azt, hogy melyik pályára menjek. És akkor én a zenét választottam, és valahogy mindig hiányzott belőle az irodalom. És amikor a zeneiskolának volt egy évfordulója, 99-ben, akkor volt egy lehetőség arra, hogy egy színdarabot hozzunk össze. És a zeneiskolából válogattam gyerekeket, akiknek kedve volt éppen részt venni ebben, és hát létrehoztuk ezt a Pomádé király új ruhája című mini gyerekoperát. És aztán ebből indultunk el, és 2000-ben már hivatalosan, mint a zeneiskola színjáték tagozata indult útjára Maminti. De akkor még nem Mamintiként, hanem akkor még csak a színjáték tagozat. És később alakult ez a név, egy-két év kellett hozzá, mire kitaláltuk, hogy azért legyen egy nevünk is. Miért éppen Maminti? Ezt annyian felteszik ezt a kérdést, és főleg azért, mert van két apostrof benne. Amit mi nem azért használunk, amiért egy apostrof jelet használ az ember, tehát nem hiányzik nekünk onnan semmi sem, hanem Lázár Ervinnek a Négyszögletű kerekertő című meséjét éppen akkor azt csináltuk, és a tévében ezt le is adtátok annak idején, és ott van a Maminti, a kicsi zöld tündér. És nagyon jó a név. Tehát kimondani az, hogy Maminti, az egy nagyon jó a ritmusa. És ebből indítottuk el a gondolatmenetet, hogy mi lenne, hogyha akkor ezt szétszednénk egy kicsit, és három részre tagoltuk, ma, mint, ti. Tehát a lényege az, hogy a színész, aki minden nap felmegy a színpadra, ő minden nap más bőrébe bújik bele. Eljátszhat akár egy hivatalnokot, eljátszhatja a császárnőt, vagy eljátszhatja a kutyát. Tehát minden nap más bőrébe bújunk bele, ma mint ti olyanok leszünk, de holnap már mások. És ebből lett a név. Ugorjunk egy nagyot és próbálkozzunk meg a lehetetlennel. Hogyan lehet összefoglalni 15 sikeres évet néhány rövid mondattal? Valahogy így. Nekem nagyon sokat adott ez a 15 év. Azt hiszem, hogy az életemnek itt valahol elkezdődött egy olyan fejezete, ami,
amit nem cserélnék el senkivel sem. Még akkor is, hogyha nagyon sok volt benne az a rész, ami fárasztó volt, az, ami nehéz volt, vagy ami fájdalmat okozott, biztos, hogy voltak ilyenek is, és vannak ilyenek is, mert ez óhatatlan. De összességében, ha össze kellene foglalnom, akkor azt mondanám, hogy nagyon sok boldogságot adott, nagyon sok tapasztalatot adott, nagyon sok szeretetet adott, nagyon sok olyan gyereket adott az életembe, akik a kezdetek óta itt vannak, és valószínűleg nem a semmiért vannak itt, hanem azért, mert szeretik azt, ami körülveszi őket. Biztonságot adott, álmokat adott, lehetőséget, szárnyakat adott, és sok-sok-sok-sok tanulást adott, amitől úgy gondolom, hogy a gyerekek is többek lettek, én mindenképpen több lettem általuk is, meg amit együtt tanultunk meg, és együtt kísérleteztünk ki. Ezáltal minden többek lettünk. Miközben az interjút készítettük, a háttérben csendesen beszélgettek a Mamint is fiúk és lányok. Voltak köztük olyanok, akik szinte a kezdetek óta tagjai a társulatnak, mások évekkel később csatlakoztak a hathoz, a legfiatalabbak pedig még csak most kezdenek belekóstolni ebbe a különleges világba. Egy dolog azonban közös bennük. Minden évben valami mást próbálnak magukból kihozni annak érdekében, hogy ne váljanak unalmassá. Nem szeretnének beleülni abba, ami van, mert filozófiájuk szerint az a kezdeményezés halálát jelentené. Attól kezdve pedig a közönséget sem érdekelné a dolog, mert nem látná rajtuk a kellő motivációt. Tehát akkor a kisfilm után ismét a stúdióban, a Maminti színjátszó csoport három tagját, Simmel Robert, a csoportvezetőt, Fülöp Csilla Iringót és Pápai Szandrát köszönhetjük itt a stúdióban, és ahol Péter abba hagyta, akkor ennél az idei évnél folytassuk a bugyuta kérdésén. Milyen évet zártatok? Nehéz évet zártunk, no. de azt hiszem, hogy minden értelemben véve pozitív évet zártunk. Sok mindenben kipróbáltuk magunkat, és úgy érzem, hogy olyan utat járt be a csoport az elmúlt egy évben, ami nagyon nagy mérföldkő volt számunkra, illetve a gyerekek számára is, és nekem is. Ez az a cím, hogy Karminca Bál fémjelzi, hiszen azt gondolom, hogy az elmúlt évek produkciója közül is kiemelkedett ez az idei esztendő. Hogy jött ez az ötlet, hogy sikerült megvalósítani? Az ötlet az mindig jön. Sok jó ötlet jön, és mindig felül kell bírálnunk saját magunkat, mert valami miatt nem jó az egyik darab, vagy túl sok fiú szereplő kellene, ami ugye nagyon nehéz nálunk, vagy az életkori sajátosságok nem felelnek meg, vagy a jogdíjak nem felelnek meg, és akkor mindig próbálunk összeállítani egy listát, és akkor a listából kezdünk el válogatni, hogy hogyan tudnánk boldogulni az év folyamán, és aztán erre esett a választásunk, ami azért volt egy újdonság a csoport életében, mert aki látta az előadást, tudja, hogy prózai rész nem volt a darabban, hanem kőkemény tánc és ének. Ez ment végig. Szándékos volt egyébként az elmúlt években, hogy picit tolódott el ez irányba a csoport? Sosem szándékos, milyen ösztönlények vagyunk. Tehát azt hiszem, bátran elmondhatom, hogy én, mint csoportvezető is az ösztöneimre hallgatok inkább, és talán már ők is így veszik az akadályokat mellettem, hogy az ösztöneinkre próbálunk hagyatkozni, és mikor fel kellett adni pár ötletet, amit szerettünk volna megvalósítani, akkor azt kellett mondani, hogy jó, akkor próbáljuk meg ezt, viszont ezt végig kellene táncolni. Vagyunk-e annyira jók, hogy ezt végig táncoljuk? És akkor itt jött egy új dolog, hogy akkor most kőkemény edzés, kőkemény próbák, 4-5 hónapon keresztül táncpróbák, énekpróba, amihez segített a tavalyi karácsonyi koncertünk, mert arra fél évig azért hangképzés volt minden, és ez már segített nekünk a Karminca Bálban, hogy a hangi részét könnyebben oldottuk meg, de volt egy óriási lépés abban, hogy a tánc része az igénybe vette őket. Mi az, ami, bocsáss meg, csak megakadtam azon, hogy ami nem sikerült, tehát mi volt az, amit nagyon-nagyon szerettetek volna, nagyon-nagyon mindenki oda volt érte, és valamilyen oknál fogva nem lehetett megcsinálni? Úgy indultunk neki a tavalyi évnek, hogy több kisebb darabot szerettünk volna felosztani egy kicsit a színjátszó csoportot, és szerettünk volna prózai darabot, Molnár Ferenc darabokat, ilyen kis piciket, egyfelvonásosakat, és lett volna egy olyan darabunk, amiben 8 nő lett volna. Az is a címe, hogy 8 nő. És tényleg nagyon szerettük volna, és nagyon-nagyon
variáltunk, hogy hogyan tudnánk ezt megoldani, de az életkori sajátosságok miatt, tehát ott több generáció kellett volna. És nagyon fájt érte a szívünk, de muszáj lépéseket meghozni, és muszáj azt mondani, hogy jó, akkor még várunk egy pár évet, és majd akkor. Ez szakmai probléma, vagy hát szakmai hiányosság volt, de esetleg hol volt olyan, amikor financiális problémák miatt nem tudtad, mondtad itt a jogdíjakat. A jogdíjakkal mindig ügyesen kell bánni. Tehát voltak már jogdíjas darabjaink, valahol Európában a dzsungelkönyve volt még jogdíjas, de azt meg lehet oldani, mert magyar darabok. És akkor fel kell venni a kapcsolatot az ügyvédi irodával, és mivel Dés Lászlóék ebbe belementek, hogy gyerekszínjátszó csoport, nem fizetnek belépőt az emberek, ezért ők lemondtak a jogdíjról. De ezt külföldi darabokkal nagyon nehéz megcsinálni, és főleg azért, mert például ilyen kikötések vannak, hogy három szereposztásban fel kell énekelni szereplőnként. Kiküldeni a demo felvételt, és ők kiválasztják, hogy ki az, aki énekelhet. Majd mindezek után megmondják, hogy milyen lehet a díszlet, milyen jelmezek lehetnek, milyen plakát lehet, mert még ez is megvan bizonyos darabokhoz, hogy más plakát nem lehet, csak ami az eredeti Broadway darab, és akkor innentől meg a tárgyalások, hogy mennyi pénzbe fog ez kerülni. És ezt nagyon ügyeskedni kell, hogy... Hát ez már egy madárszínház kellene inkább. Tehát ez egy kőszínház kell, akiknek megvannak a feltételek. Tehát van saját ügyvédjük, van saját költségvetésük, hát nekünk olyan nincsen. Viszont ami nektek van, az azt gondolom, az a rengeteg energia, ötlet, ami a gyerekekben, ami benned megvan. Keveset beszéltél arról, hogy hogy születik meg egy darab. Tehát a közönség csak azt látja, hogy kiálltok és egy tökéletes produkciót előadtok. De egy kicsit arról beszélnél, hogy mondjuk mennyi próba, akár heti szinten mennyit próbáltok, mennyire a te ötleteid, mennyire kreatívak a gyerekek. Hiszen most már több generáció felnőtt a kezed alatt. Sokat próbálunk. Azt hiszem a nézők nem is tudják, vagy a közönségünk nem is tudja, hogy mennyit próbálunk. Tehát a Karminca bálhoz elkezdtünk februárban dolgozni, és februártól, hát júliusig, végig olyan kemény táncpróbáik voltak, és mellette az, hogy mi csináljuk a saját koreográfiánkat. Mi nem más koreográfiákból dolgozunk, és jelen esetben ugye tele volt balett elemekkel. A gyerekek nem tanulnak balettezni. Át kellett mindet ültetni abba, amit még meg tudunk csinálni, és ugyanakkor, hogy nem lekoppintani valamit, hanem saját ötleteink legyenek benne, és itt válaszolok arra a kérdésedre, hogy nálunk nem ilyen diktatórikusan működik, hogy én megmondom, és ez van, hanem mi leülünk és agyalunk. És nagyon sokszor van az, hogy én azt mondom, hogy igazuk van, nem is az kell, amit én gondoltam. Pontosan azért, mivel már ennyi ideje együtt dolgozunk, ők is tudják azt, hogy én mit szeretnék, én is tudom, hogy ők mit szeretnének, és szerintem nagyon könnyen tudunk már együtt dolgozni. Tehát, hogy megvívjuk a saját harcainkat, de bele vannak véve mindenbe. Tehát úgy mondom inkább, hogy ez egy olyan társulat, akik önfenntartóak és önmaguk csinálnak együtt mindent. És ebben van a díszlet is. Tehát például az, hogy a Csilla kiveszi a részét a tánc részben, a Szandra kiveszi a részét abban, hogy a díszletnek a megálmodója ő és a másik Szandra, akik évek óta ők csinálják a díszletünket. Csilláik pedig csinálják a tánc dolgokat. Tehát, hogy én nem tudok táncolni, én csak nagyon okosan szoktam ezt mondani, hogy én vagyok az, aki leül a kanapéra, és azt mondja, hogy igen, nekem az a tánclépés ott nem tetszik, fogalmam nincs, miért nem tetszik, de nem tetszik, én oda szeretnék valami másikat, és akkor mondják, hogy jó, de ezen killottunk egy, jó, de akkor mi lenne, ha mégse, és akkor újra kezdünk, és próbálunk agyalni, pont a Szandrával szoktuk ezt csinálni, hogy oda kéne egy gyorsabb valami mozdulat, és akkor jó, oké, és akkor valamit csinálunk. Most már nem először lettetek év csapata. Azt gondolom, ez egy elismerés a város lakói részéről, hiszen több ezer ember adta le a szavazatát. De ti hogy érzitek ezen túl? Mennyire fogadta el ennyi év alatt Sárvára Momenti Színjátszó csoport? Igen, ez nagyon jó érzés, hogy az emberek így gondolják, hogy az év közössége lehetünk. Én szerintem elfogadták, tehát a város részéről, a város vezetés részéről mindenképpen. Úgy érzem, hogy ők maximálisan mögöttünk állnak. Úgy gondolom azt is, hogy van egy kemény mag, egy olyan közönség, aki mindenhová megy. Ahova mi megyünk, jönnek velünk, és nem feltétlenül a szülőkről beszélek itt most.
És szerintem most már ez alatt, a 15 év alatt sikerült annyi mindent megmutatni az embereknek. És talán megérzik azt, hogy mi ezt nem annyira akarjuk, hanem ezt mi szeretetből csináljuk. És talán ez a varázs ereje, vagy ezért érünk el hozzájuk. Mert talán megérzik azt, hogy mi ezt kedvel csináljuk, örömmel, jól érezzük magunkat abban, amit csinálunk, és talán ezért tudunk nekik nyújtani olyat, ami nekik is jó érzés. Csak egy kérdés a végére, azt mondta, hogy 15 éve csinálod? 99-ben volt az első darabunk. Az azt jelenti, hogy akik akkor ilyen középiskolások voltak, azok bőven 30-as korosztály. Úgy van, hogy a legidősebb tagunk 26 éves. 26 éves. És ő 6. osztályos volt. És lett olyan az elmúlt 15 évben, aki, ha nem is színész, de valamilyen közelebbi kapcsolatba került ezzel a szakmával? Igen, elég sokan vannak. Van olyan tanítványom 2, akik színházban dolgoznak. Van olyan tanítványom, aki dolgozott színházban, most az egyik televíziótársaságnál. Szandra, te is végeztél valamilyen színházas... Tanultam. Tanult, ő tanulta bölcsészet mellett, ő színháztudomány szakot tanult. Aztán Nagy Kata, ő most színészetet tanul. És hát még reméljük, hogy... Sikerült megfertőzni őket. Szerintem úgy sikerült megfertőzni, ha nem is kimondottan ezen a pályán vannak, de hogy színház szerető emberek lesznek, az biztos, és igyekeznek a színház közelében maradni, ez biztos. Legyen így. Én még egy záró kérdést azért hadd tegyek fel, mire adásba kerül ez az olyan búcsúztató műsorunk, mert túl vagytok a karácsonyi ünnepi koncerten, de gondolom, hogy már a tervek a jövő évre is készen vannak. Nem a fogod elhinni, sem. Nincsenek. Tehát várjátok az ötleteket. Annyira őrült nagy erővel készülünk a karácsonyi koncertre, hogy most jelen pillanatban csak azon gondolkodunk, hogy meghívó plakát, és még mit kell elintézni, és fűtés legyen a templomban, és tehát most nem tudunk még ezen gondolkodni. Szerintem ez majd úgy január végén indul útjára ez a projekt. Na hát akkor majd várjuk a következő nagyszerű darabot, de mielőtt a díjátadásra sor kerül, nem még szeretnénk megkérni benneteket, hogy van... egy felajánlásunk még a szavazók között, a Várkapu vendéglőnek egy vacsora meghívása, és van egy nagy fém ládánk, amiből ki kellene húzni, ha lehet, leginkább az aljáról, vagy jól megkeverve, még egy kedves szavazót. Olvashatom meg? Mikó Józsefné, Sárvár Kossuth tér 5. Köszönjük szépen. Köszönjük a segítséget, és akkor a tárgy ajándék pedig majd a KKFT által felajánlott ajándékcsomag lesz, csak az nehéz. Hát akkor gratulálunk újra, és hát köszönjük a televízió nézőknek is a szavazást. Mi is köszönjük. Még egyszer gratulálunk, és hát várjuk a jövő évben a következő nagyszerű produkciót. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Gratulálunk. Köszönjük. Gratulálunk. És mit ér egy hang a csoporttól?
Az év sárvári embere kategóriában is három jelöltre érkeztek szavazatok. Harmadik helyen végzett dr. Pusztavámi Márton, második lett dr. Borovics Attila, és az első helyen 1252 szavazattal Kondor János végzett. Ő lett tehát 2014-ben az év sárvári embere. Következzék a vele készített kisfilm. Kondor János az év sárvári embere azon szerencsés csillagzat alatt születettek közé tartozik, akiknek a munkája és szenvedélye is egymáshoz kötődik. A Nádasdivár Művelődési Központ és könyvtár igazgatójaként a város kultúrájának felelőse. Ugyanakkor festőművészként és kiállítás szervezőként is a kultúra és a művészet szolgálja. Kondor János az idei évben kapta meg Vas megye önkormányzata szolgálatáért kulturális tagozata elismerést, több évtizedes alkotó és kultúra szervező tevékenységéért. Valamint idén volt a Szombathelyi Képtárban az eddigi legnagyobb életmű kiállítása. Ez a rangos kiállítás és díj is elég lehet a sikerhez, ám az év sárvári embere úgy véli, ennél sokkal több kell az elismeréshez. Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki rám adta a szavazatát, és szeretnék gratulálni természetesen a jelöltársaimnak az ő teljesítményükhöz, hiszen nyilván nem véletlenül voltunk így hármasban jelölve. Úgy gondolom, hogy a siker az mindenkinek jól esik, meg az elismerés is, különösen akkor esik jól, hogyha ezt vagy a szakmától kapja az ember, vagy a közönségtől. Hát itt úgy gondolom, hogy az utóbbiról van szó, hiszen a város polgárai szavaztak az év embere címre. Ez mindenképpen egy jelentős elismerés. Nem csak a személyes sikerekért kell tevékenykedni, hanem a város jelentős idegenforgalmi vonzereje is magasra teszi Sárvár kulturális mércéjét. Tehát nyilván ezek, mint említette, ezek komoly kihívások, és évről évre egyre magasabb színvonalon kell az elvárásoknak megfelelni. Természetesen nem vagyunk egyedül, tehát nincs egyedül az intézményünk sem, a kultúra közvetítésben, a kínálatban, tehát szerencsére Sárváron nagyon sok ember összefogásából áll össze a kulturális élet, a kulturális paletta, tehát gondolok itt a civil szervezetekre, a többi intézményre, társintézményre, múzeumra, iskolákra, és sorolhatnám tovább az egyéb segítőket, és hát természetesen az önkormányzatnak is jelentős szerepe van abban, hogy ötcsillagos városként emlegetik Sárvárt, hogy ez a szlogen, ez most már eléggé átment a köztudatba. Az év embere úgy véli, a szerénység és az elvégzett munka alapozza meg az eredményeket. Én azért elsősorban a munkában, a tevékenységben hiszek, és akkor nyilván jönnek az eredmények, de hát ehhez persze sok egyéb is kell, tehát nyilván ehhez kell ambíció, kell tehetség, mert azért az is egy nagyon fontos elhivatottság, hát sorolhatnám még tovább, hogy mi minden, de ez úgy gondolom, hogy egy nagyon összetett dolog. Én tulajdonképpen néha még elégedett is vagyok. Ha közművelődési és alkotóművészi tevékenysége mellett 20 éves pedagógiai pályafutását is mérlegre tesszük, akkor a munka és a siker serpenyője Kondor János esetében biztos egyensúlyba lendül. Köszönhettük már itt a stúdióban az év ígéretét, az év csapatát, és most itt van körünkben az év embere szavazás nyertese, akiről az előbb a kisfilmet is megtekinthettük. Köszöntjük Kondor János festőművészt itt a körünkben. Köszönöm szépen a meghívást. Gratulálunk. Köszönöm. Ez egy olyan elismerés, amely a lakosság az itt élő polgárok köréből jött. Hogy fogadta ezt az elismerést? Hát természetesen nagy örömmel. Ugye mindig jó leső érzés, hogyha elismerik az embernek a munkáját, különösen jó leső érzés, hogyha ezt a közönség teszi. A kis filmben említettem, hogy nagyon jó, amikor a szakma ismeri el, de azt hiszem a legnagyobb elismerés az, amikor a közönség ismeri el az embernek a tevékenységét, mert az önzetlen és nyilván az munka alapján ítélik meg az ember tevékenységét. A kisfilmben több szó esett a közművelődési tevékenységéről, hiszen ön a Művelődési Központnak is az igazgatója, és talán kevesebb hangsúly esett a festőművész tevékenységére. Ha a kezdeteket tudom, hogy már nagyon régen volt, de ha felelevenítenénk, hogy hogyan is indult ez a festőművész pálya, kik voltak a mesterei, vagy kik a példaképei?
És még hozzátenném, hogy jóval kevesebb szó esett a tanári pályámról, hiszen én pedagógusként, tanárként kezdtem, és hát természetesen az alkotó munka, a festőművészi tevékenység az párhuzamosan zajlott, tehát mind a pedagógiai munkámmal, mind később a kultúra szervezői, művelődés szervezői tevékenységemmel. Ezért említettem meg, mert számomra mindhárom rendkívül fontos, és így visszatekintve a pályaívemre, pályafutásomra úgy gondolom, hogy igyekeztem mint három tevékenységet lelkiismeretesen, és hát a legjobb tudásomnak megfelelően tenni. Az más kérdés, hogy ezeket a tevékenységeket én párhuzamosan műveltem, ami nem volt egy egyszerű dolog, de hát ezzel jóval fiatalabb voltam 10 évvel, 15 évvel vagy 20 évvel ezelőtt, úgyhogy ezért is öröm visszatekinteni mondjuk a pályakezdésnek az időszakára. 1980-ban Kádon kezdtem tanítani, akkor diplomáztam a Szombathelyi Tanárképző Főiskola matematika rajszakán, és az utolsó fél évet már pedagógusként, nem képesítés nélküli pedagógusként, már pedagógusként töltöttem. Ezt csak azért említem, mert annak idején már mint végzes pedagógus bért kaptam. Tehát fél év múlva természetesen a diplomát is megszereztem, és 7 nagyon szép évet töltöttem Kádon. Úgy gondolom, hogy erre tényleg öröm visszatekinteni. Ma is nagyon szívesen találkozom és beszélgetek volt tanítványaimmal, és hát nagy tisztelettel és szeretettel gondolok az egykori kollégákra, akiktől rengeteget tanultam. Úgy gondolom, hogy Káld az mindig is a fiataloknak egy ilyen ugródeszka volt, tehát az egy igazán egy olyan hely, ahol rengeteget lehetett tanulni, ahol tapasztalt és kiváló pedagógusok tanítottak. És hogy folytassam tovább, egy kicsit talán rövidebben, 1986 nyarán jöttem át Csárvárra. Eredetileg tanítani szerettem volna, de akkor nem volt pedagógusi állás, és jelenlegi polgármester úr Kondora István, aki akkor igazgató helyettese volt a Művelődés Központnak, keresett meg és felajánlott egy álláslehetőséget, amit örömmel elfogadtam, és hát lassan 30 éve, hogy a Művelődés Központnak a munkatársa vagyok, és hát immáron 10 éve vezetem is az intézményt. Hát közben természetesen azért sok-sok dolog történt, rendkívül sok emlékezetes dolog. Az én tevékenységem is sok tekintetben változott a Művelődési Központban is, hiszen gyermekművelődési előadóként kezdtem, sőt, az első években a reklámgrafikával, akkor még így nevezték, hogy a reklám és propaganda tevékenységgel foglalkoztam, amit ma rendkívül profi módon végez a fiatal kollégám Benkő Gábor. Hát én ezt a hőskorban csináltam, amikor még letraszettel szedtük ki a feliratokat, tehát nem ilyen körülmények között, mint ma. Számítógépről még csak nem is álmodhattunk, ezt főiskolán láttunk szekrényméretű számítógépet annak idején, azt is csak megmutatták, természetesen a programokat nem futtathattuk le. Én, mint matematika tanár, tanultam egyébként számítástechnikát, tehát természetesen csak elméletben készítettünk algoritmusokat, és soha nem került sor arra, hogy egy ilyen algoritmust végig is futtassunk a számítógépen. Tehát ma már azért egészen más. És hogy folytassam, bővült a tevékenységi köröm a kiállítás szervezéssel. Markó Péter kollégám, aki 20 évig volt a galéria vezetője, egy kis politikai kitérőt tett, tehát 8 évig volt Vasmegye közgyűlésének az elnöke, és én attól, hogy ő politikai pályára lépett, attól számítva vettem át a galéria vezetését. Én már 16 éve, amit ma is nagy örömmel végzek az intézmény vezetői tevékenységem mellett. És mint említettem, hát közt történtek változások. Egy ilyen meglehetősen jelentős változás volt a szakmai életünkben a két intézménynek, a Művelődés Központnak és a Könyvtárnak az összevonása. Tehát ma már a második ciklusát éli az integrált intézmény, és úgy gondolom, hogy talán rá is cáfoltunk a kétkedőkre, akik én magam is egy kicsit ezt először úgy félve fogadtam a hírt, két intézmény összevonását, de úgy gondolom, hogy így lassan 7-8 év távlatában nagyon eredményesen végzi a két terület a munkáját egyesített intézményként. De azért a kérdésemtől ne kanyarodjunk el a festőművész pályától, mert azt hiszem, hogy tudom, hogy a szerénység azt mondatja, hogy erről kevesebbet, de mégiscsak az egyéni alkotás, az egyéni látásmód ebben fejeződik ki a leginkább. Ez így igaz, és számomra természetesen az alkotó tevékenység rendkívül fontos
Tehát nem helyezném persze egyik tevékenységem elé sem, és ráadásul még azért azt hozzátenném, hogy nálam azért a kultúra terén végzett tevékenység azért az nem elsősorban a kenyérkereset, hanem most már mondhatok bátra, hogy talán az is az életem részévé szenvedélyemmé vált, hiszen rendkívül sokat kaptam az elmúlt évtizedekben ettől a területtől, nem beszélve olyan tartós barátságok, kapcsolatok születtek ezen a tevékenységen keresztül, ami meghatározta a további életpályámat. És hogy valóban ne kerülje meg a kérdést, ez mindig is fontos volt, úgyhogy ma is nagyon ügyelek arra, hogy több-kevesebb rendszerességgel tudjam ezt az alkotó tevékenységet folytatni. Hát több művészeti társaságnak is vagyok a tagja, azt is mondhatnám, hogy bőven van lehetőségem a bemutatkozásra, hát természetesen mindig küzdök az idővel, hogy mindenre jusson, ahogy korosodok, ez egyre nehezebb lesz, mármint összeegyeztetni az alkotó tevékenységet, hiszen azért szoktam mondani, ez nem egészen olyan, mint a kapálás, hogy bármikor ugye el lehet kezdeni, bármikor lehet csinálni, és még csak nem is azért, hogy nem szállja meg az embert az iklet, mert mindig foglalkoztatja az embert különböző téma, különböző ötlet, csak hát nem mindig van arra megfelelő alkalom. Nekem mondjuk ugye az aktívabb időszakom az a tél, illetve a tavaszi időszak, a nyár az kevésbé, hiszen rendkívül elfoglalt vagyok a munkámból eredően is, ugye szabadtéri rendezvények meghatározzák a nyári tevékenységünket. Ezt egy picit azért is sajnálom, mert a művésztelepek, művésztelepi meghívások nyára korlátozódnak, és hát mondhatom szerénytelenség nélkül, hogy nagyon sok meghívásom volt a múltban, és nagyon ritkán tudtam eleget tenni, hiszen azért egy alkotó telepi tevékenység is nagyon sokat jelent a kapcsolatépítésben, és hát természetesen nagyon sokat jelent az alkotás terén. Minden esetre azért voltam néhány alkalommal, és ezek mindig feltöltöttek, mindig nagyon eredményes időszak volt, és hát természetesen új művek is születtek. Tehát ma is mondhatom, hogy szinte napi tevékenységem, vagy legalábbis napi kényszer, belső kényszer az alkotás. Tehát bátran merem mondani, hogy nem vagyok vasárnapi festő. Olyannyira nem, hogy vasárnap nem is festek. Köszönjük szépen, és akkor sor kerül itt is a kategória eredményhirdetése, meg volt a díjátadásra, de előtte itt is dolgozni kell. Nagyon szépen megkérünk, hogy segíts nekünk a sorsolásnál, hogy a szavazók, a nézők között ki tudjuk sorsolni a Parkin által felajánlott utalványt, ha megkérek onnan abból a ezüst színű dobozból egy nevet. Hédi Zoltánné, Sárvár Gárdanyi út 10. Egyébként ő volt az az igazgató, aki először Sárváron alkalmazott az iskolában pedagógusként. Úgyhogy így hálálom meg. Jó, és akkor jön egy másik igazgató, aki szintén alkalmazott téged, polgármester urat, és megkérjük, hogy segítsen nekünk a díjátadásnál a következőnél. Egyrészt Pajor András kollégánknak egy fotóját szeretnénk átadni, másodszor. Nagyon szépen köszönöm. Meg egy kis ihlet további fokozására, hiszen volt egy etruszk sorozata is a festőművészetben. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Fogom, jó, addig? Megfogjuk addig. Kedves János, kedves igazgató úr, művész úr, nagy tisztelettel, szeretettel, barátsággal nyújtam át neked a közönség díját, és igazán meglepő, hogy hallottam itt, hogy óriási fölénnyel nyerted meg, ami azt jelenti, hogy a személyiségnek, a művésznek, a közéleti embernek, az igazgatónak és mindenkinek szól ez a nagyszerű jutalom. Nagyon szépen köszönöm, és még ha szabad annyit hozzátennem, hogy természetesen nagyon megtisztelő volt a jelölés, de elsősorban azért volt megtisztelő, mert hát olyan emberek társaságában kerültem föl erre a listák, akik épp úgy megérdemelték volna ezt a díjat. Úgyhogy nekik is szívből gratulálok, és köszönöm szépen. Gratulálunk még egyszer. Köszönjük, gratulálunk. És akkor megint egy kis reklám, és jövünk vissza. Elegancia. Látvány. Gyógyulás. Élmény. Játék. Felfrissülés.
akkor lassan új búcsúztató műsorunk vége felé járunk, és az előbb már itt volt a díjátadásnál, de most leült közénk Kondora István polgármester úr. Ennél egyszerűbb és bugyutább kérdés, mint így évvége felé, az, hogy milyen évet zártunk ebben az évben Sárváron, és milyen évet zárt magánemberként polgármester úr. Szép napot, szép estét kívánok mindenkinek, mert nyilván a mai este az egy nagyon izgalmas, sűrű este lett. Hát a kérdés amilyen egyszerű, talán a válasz sem annyira bonyolult. Mondhatnám azt, hogy egyik oldalról egy nagyon izgalmas, egy különleges évet zártunk, a másik oldalról meg talán szokványosat is, már-már szinte unalmasat. Az izgalom része talán abból fakad, hogy ebben az évben azért három választás mindenképpen volt. Na, nem amiatt jelentett izgalmat, hogy a mi városunkban esetleg nagyon különleges végeredmények születtek volna, hanem a dolog természetéből fakad, hogy ilyenkor azért mindenki egy kicsit izgatottabb állapotban van, hiszen a választás az egy vizsga. És az ember nem csak a jó eredmény miatt izgul, hanem talán amiatt is, bár az alkati kérdés, hogy vajon mindent megtette annak érdekében, hogy a vizsga jól sikerüljön, vajon mit mondanak a vizsgáztatók, az a 10-12 ezer sárvári is, abból az aktívak, akik eljöttek szavazni, hogyan értékelik ezt a munkát, és most már egy kicsit nyugodtabban állapíthatjuk meg, hogy arra adták a voksukat, arra szavaztak, hogy folytassuk azt a munkát, ami az elmúlt egy-két évtizedben azért Sárváron folyt, hiszen itt egy nagyon talán szerencsés módon úgy adtuk át a stafétabotot, hogy az elvek, alapelvek nem változtak, a célok nem változtak, legfeljebb a módszer, a habitus változott egy nagyon picit. Aztán amiben talán unalmasan szokványos volt, az a városunknak a fejlődése. Szinte azt kell mondani, hogy 10-15 évre visszamenőleg mindig ugyanolyan szép, kisebb és nagyobb lépésekkel halad előre a városunk. Mindig azt a lehetőséget sikerült megkaparintani, megkapni, talán időnként ajándékba kapni, amelyet az adott pillanat, az adott év nyújtott számunkra, és ebben az évben is nagyon sok ilyen élményben lehetett részünk. A nagyobbak közül csak egyet vagy kettőt, hogyha említek, például a Vármelléki óvodának a felújítása, a Kertvárosban egy nagyon szép csapadékvíz és utca felújítási sorozat, a MÁV vasútállomás szinte finisébe érkezik, és hát volt olyan is, ami nem ennyire látható vagy látványos, de a hegyközségben egy nagyon nagy volumenű szennyvíz csatorna beruházáson is túl vagyunk, és aztán számtalan apró dolog, 50-51-2 helyen avatkoztunk be a város útjainál, járdainál, az árkoknál, tehát valóban nagyon sok apró és nagyobb dolog kísérte az életünket, és most érzékeltem talán először, amióta így a városi közéletben részt veszek, hogy az emberek milyen intenzíven és milyen közvetlenül nyomon követik ezeket az eseményeket. Részben a fizikai beruházásokat, de azt kell mondanom, hogy például a postatérnek a megépítése, avatása, de a programokkal való megtöltése is egy külön izgalmat, egy külön élményt jelentett mindenkinek, nekünk, városvezetőknek is, és a várospolgárainak is. Van egy ilyen visszatérő másik bugyuta kérdés, ami év vége felé mindig, vagy év elején, hogy a tavaly ilyenkor, amikor itt beszélgettünk, előre látva ezt az évet, látta volna, akkor elégedett lett volna, elfogadta volna előre ezt az évet? Nagyon is elégedett lettem volna, mert azt gondolom, hogy ebben az évben valóban nagyon sok olyan a város külső ruházatát is érintő beruházás felújítás volt. Én a ház homlokzatokat, épület homlokzatokat, közintézmény homlokzatokat is talán még az előbbi sorhoz ideértem, amely valóban mindannyiunknak az örömére szolgált, és hogyha az lenne a harmadik kérdés, hogy vajon a jövő év végén elégedett lennék-e azzal, ami az idén, akkor azt mondom, hogy igen, elégedett leszek majd, mert már szinte látom, egy-két esetben konkrétan tudom, hogy melyek azok a programok, amelyeket meg tudunk, vagy meg fogunk valósítani. Tehát a sebességen egyáltalán nem akarunk változtatni. Ha évközben még újabb-újabb lehetőségek adódnak, mert hiszen egy új európai pályázati ciklus indul, akkor bizony azokat a lehető legnagyobb erővel meg fogjuk ragadni. Azt hallottuk, hogy a város életével, az önkormányzat életével elégedett volt polgármester úr, de arról kevés szót ejtett, hogy a saját személyes sorsával, a személyes életével milyen évet zárt ön, polgármester úr, azon túl, hogy egy nagy bizalom irányult
ön felé. Ugye én is már öreg róka vagyok, tehát régi motoros mindenféle szakmában itt a városban, tehát én az úgynevezett közéleti tevékenységet, főképp nem a várospolitikai tevékenységet, tehát nem csak 90 vagy 94-ben kezdtem, hogy jóval-jóval korábban, mert volt ennek egy nagyon fiatalkori diák része, aztán egy egyetemista, aztán egy fiatal szakember része. Hát 1969 óta azt gondolom, hogy mindig itt a városi közéletnek a peremén vagy a belsejében, időnként a centrumában mozogtam. Igen nagy megtiszteltetés volt az idei választás. Őszintén szólva engem is egy kicsit meglepett, mert arra gondoltam, hogy jó-jó, esetleg jó eredményt lehet elérni, de arra nem, hogy ilyen szép eredményt. Megnéztem a nyugat-magyarországi eredményeket, hát dobogós szavazatmennyiséget kaptam én is, de nagyon őszintén szólva ez egy nagyon fontos, tettől egy sokkal fontosabb dolog történt a életembe. Most 28-án lesz egy éves a kisunokám, Kondora Bóbita. Ma délután fűztem, hogy jöjjön el velem még a televízióba, de inkább elszendergett és eljátszott odahaza. Tehát a családban most ez a legnagyobb öröm, ez a legnagyobb változás, és a mindennapi életünknek tulajdonképpen a fókusz, a centruma nyilván erre a kis pontocskára, erre a kis unokára irányul most. Mivel a bulvár beszivárog most már közszolgálatba, és mindig még egy bulváros kérdés, azért ez a esztendő más miatt is, én úgy gondolom, egy évszám miatt is fontos lehet. Igen. Hát az pedig a jóisten ajándéka, igen, a 60. születésnapomat barátaim egy ilyen háttérszervezéssel, amelyben én magam is benn voltam, barátok között egy nagyon szép reggeli futással a Nádasdivár parkjában. Ennek is van szimbolikus értéke, már a helyszín maga, és talán még azt gondolom, hogy a futás is az én életemben, rengeteget rohantam életemben, még talán még most is időnként van ilyen. Részben azért, mert fiatalon, nagyon fiatalon futottam, utána meg a tánc miatt, meg a sokféle tevékenység együttesüzése miatt mindig volt egy ilyen rohanás elem is az életemben, és hát akkor ezzel a kis levezető futással mondanám, közösen a 60. szülinapot elindítottuk, és hát az sem véletlen, most még utólag elmondhatjuk, hogy aznap délutáni órákban az új képviselőtestet üléssel egyúttal, hát nem tudom milyen időszakot, egy-két évet, évtizedet mennyit tudunk közösen elindítani, de én azt kell mondjam, hogy nagyon elégedett vagyok a körülményekkel, a jelenlegi életemmel, sokféle feladat van, sokféle inspiráló helyzet, program van, és nagyon-nagyon szeretem ezt csinálni, emocionálisan is. Nem fáraszt, elfáraszt vagy kifáraszt, hanem éppen inspirál, és nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy olyan kollégákkal vettem magam körül, vagy az élet adta körém ezeket a kollégákat. Egyébként hosszú évtizedekre visszamenőleg érvényes ez, hogy mindig alkotó légkörbe tudtam én magam is dolgozni, amelynek volt egy versenyeleme is, ami szintén inspirálja az embert, és hát volt egy ilyen alkotó-konzultáló eleme, nagyon sokféle kompromisszum, készséget, egyéb hát lényeges dolgot tanultam meg így az életbe eddig. Mielőtt az új évi köszöntőre kerülne a sor, még lenne egy technikai kérésünk. Még van egy felajánlott díjunk, a Tinódi étteremnek egy vacsora meghívása, és arra kérnénk polgármester urat, hogy a több ezer szavazók akkor közül még egy szerencséset segítsen. Akkor egy tombolát még egyszer. Én ide az aljából hozok akkor, hogyha már esélyt adjuk azoknak is. Kérem szépen. Kenedli Tünde, Sárvár, Laktanya út 7. Gratulálok, szerencsés lesz. És akkor arra kérnénk polgármester urat, hogy az évvégi, újévi köszöntőjét tartsa meg. Kedves sárváriak, ahogy az idő halad előre, az éveket, a napokat, a perceket egyre inkább morzsolgatjuk most az évfordulóján, mindannyiunk nevében, a vezetőtársaim nevében Sárvár minden polgárának egy boldog és szerencsés új évet kívánok. Azt kívánom, hogy azok az álmok és vágyak, amelyeket mindannyian megfogalmaznak, azok a kérdések, amelyek bennünket körülvesznek, mind választ kapjanak,
Az álmokból és a vágyakból pedig mindenki lehetősége, akarata és tehetsége szerint a legtöbbet valósítson meg. Az új év mindig titkokat is rejt számunkra. A titkok megfejtése az a mi közös feladatunk. Vannak egyéni titkok, amelyek mindenkire egyénileg várnak, vannak talán közös titkok, amelyek a közösség munkáját várják, és azt kívánom, hogy ezek a titkok ne csak meglepetéseket okozzanak, hanem örömet is, és vágyaink a lehető legteljesebb mértékben teljesüljenek. Ehhez kívánok jó egészséget, erőt, családi és közösségi összetartást mindannyiunknak. Boldog új évet mindenkinek! Akkor még egyszer. Köszönjük kedves nézőinknek megtisztelő figyelmüket, még egyszer mindenkinek boldog új évet kívánunk! Boldog új évet! Egészséged a boldog új évet! Boldog új évet!